Jó estét kívánok! Mozgalmas időszakot tudnak maguk mögött azok az erdélyi, illetve kárpát-medencei vállalkozók, akik szeptember második felében ellátogattak Marosvásárhelyre. Itt került sor ugyanis az első erdélyi gazdasági fórumra, a második kárpát-medencei magyar vállalkozói konferenciára, illetve a két esemény közötti vállalkozói hét tematikus napjaira. Több száz vállalkozó találkozott és nyílt lehetősége kapcsolatteremtésre, tanulásra, tervezésre, üzletkötésre. A hiánypótló kezdeményezések igencsak jól jönnek, főként egy járvány sújtotta időszakban. Milyen megfontolásból hozták tető alá a rendezvényeket, milyen hozadékai lehetnek ezeknek, és miért fontosak a vállalkozók számára. Milyen kihívásokkal néz szembe ma az, aki üzletet működtet, és vonzó-e napjainkban a fiatalok számára vállalkozást indítani. Erdélyi és kárpát-medencei vállalkozók tere a következő 25 perc. Tartsanak velünk, kezdődik a metszet. Sok kihívása van egy vállalkozónak, de talán a legnagyobb a bizonytalanság. Nálunk az a biztos, hogy semmi sem biztos, és akkor erre fel kell készülni nap, mint nap. A fiatal vállalkozóknak a legnehezebb a kitartás. Rengeteg vállalkozást láttunk tönkre menni. Bizonytalanság övezte, járvány sújtotta időszakban igyekezett a vállalkozók segítségére sietni az eddigi legátfogóbb, nekik szóló tematikus hét szeptemberben Marosvásárhelyen. A CET Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Marosvásárhelyi regionális képviselete, a Proekonomika Alapítvány és a Szent Georgius Manager Club rendezvénysorozata teret kínált a vállalkozók közötti kommunikációra, tapasztalatcserére, új technológiák megismerésére. A különböző tematikáknak szentelt napok két markáns esemény köré rendeződtek. Elég hosszú idő óta, vagy talán még soha nem szerveztek egy ennyire komplex tematikus rendezvényt Marosvásárhelyen, és alapvetően az egész vállalkozói hétnek az volt a célja szervezőként, ugye a Szent György Menedzser Klub és a CED Marosvásárhelyi irodájával közösen a Proekonomika Alapítvány azt a célt tűzte ki célul, hogy megszólítani a vállalkozói közösséget, különböző információkat átadni a jelenlegi új technológiákról, ugye pontosan ezért szerveztünk a vállalkozói hét keretében tematikus napokat, amikor akár zöld technológiákról, környezetvédelemről, akár egészségügyi iparról, akár innovációról beszélgettünk. És ugye a keretét ennek a vállalkozói hétnek az első erdélyi gazdasági fórum, mint nyitó rendezvény adta, illetve a mai napon zajló második kárpát-medencei magyar vállalkozói konferencia. Az első erdélyi gazdasági fórum keretében kifejezetten Románia magyar lakta vidéki 16 megyéből hívtunk vállalkozókat, és ott valóban egy fórumot szerettünk volna szervezni, ahol párbeszéddel, egymásra való odafigyeléssel, egyfajta közösségépítő munkával megpróbáljuk megérteni a vállalkozók éppen aktuális problémáit, javaslatait, és ezeket eljutatni a megfelelő döntéshozatali szintekre. A második kárpát-medencei vállalkozói konferencia viszont egyértelműen már az üzletkötésekre fókuszáló találkozási hely, hiszen itt ugye Kárpát-medence több szegletéből érkeznek magyar vállalkozók, akik nem csak egyfajta információcserére, hanem akár konkrét üzletkötésekre is itt alkalmat találnak. Utóbbi rendezvény reggelén beszélgettünk Kozma Mónikával a Marosvásárhelyi Kultúrpalota nagy termében. Hamarosan visszakanyarodunk ide, előbb azonban betérünk az eseménysorozat indító rendezvényére. Az első erdélyi gazdasági fórum a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága és a Proekonomika Alapítvány szervezésében a Design Terminál szakmai partnerségével jött létre, azzal a céllal, hogy keretet teremtsen a széleskörű párbeszédre az erdélyi magyar vállalkozások helyzetéről. A Privo Hotelben tartott fórumnyitó gála vacsorán Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár hangsúlyozta, a kárpát-medencei magyar vállalkozások támogatásával a magyar kormány a határon túli magyar családok boldogulását segíti, és a szülőföldön maradást ösztönzi. A nemzetpolitikának egy nagyon fontos célja az, hogy a szülőföldön való boldogulást támogassa. Ez azt jelenti, hogy gazdaságfejlesztési programokat indítottunk el az elmúlt években, nem csak itt Erdélyben, nem szerte a Kárpát-medencében. A mentor képző program befejeződött itt Erdélyben, lezárult
a mentorálás, de én azt gondolom, hogy a gazdasági szereplőknek a közös együtt gondolkozása az nem zárult le, mert az volt a célja annak is, hogy ezt az együttműködést meg tudjuk erősíteni, úgyhogy egy következő lépcsőfokra léptünk, mégpedig egy gazdasági fórumot próbálunk megteremteni az erdélyi vállalkozók között. Ennek érdekében az összes erdélyi bánsági, parciumi megyéből meghívtuk a vállalkozók szakmai szervezeteinek a vezetőit, illetve nagyvállalkozókat, és a mai, illetve holnapi napon pedig egy gazdasági fórum, egy szakmai fórum veszi a kezdetét. Reméljük, hogy ezt tovább tudjuk vinni. Egyébként a mentorprogram is folytatódik, hiszen a Vajdaság és Erdély után el tud kezdődni a Felvidéken, a horvátországi magyar lakta területeken, a Mura közben, illetve Kárpátalján is. Az eseményen az RMDS szövetségi elnöke Kelemen Hunor hangsúlyozta, fontos, hogy nehéz időszakban, 2021-ben megszervezésre kerül az első erdélyi gazdasági fórum. A Kárpát-medencei gazdasági teret egységes térként kell szemlélnünk. Akkor, amikor az erdélyi vállalkozásokról, akkor, amikor az erdélyi vállalkozókról van szó, akkor nem csak segítséget, nem csak támogatást kérünk, hanem partnerséget is, és tekintsenek folyamatosan Erdélyre úgy, mint egy olyan helyre, ahol nem csak piac van, hanem partnerek vannak. Reméljük, hogy szaktudás is van és lesz szaktudás, és mi úgy tekintünk, természetesen így kell tekintenünk a környezetünkre, mint egy olyan környezetre ki egészen a Kárpát-medencébe, ahol az erdélyi vállalkozások is jelen lehetnek. Nekünk ezekben az években nagyon fontos az, hogy megerősítsük azt, amit gazdaságban meg lehet erősíteni. A Niro Investment Group elnökségi tagja Nagy Zsolt szerint szükség volt az erdélyi magyar vállalkozók közös gondolkodási, találkozási terére. Teret kellett teremteni arra, hogy erdélyi magyar vállalkozók találkozzanak, hogy ne csak a különböző szakmai csoportosulások, szerveződéseken belül, hanem azon túl is egy nem szervezeti keretet keresve, hanem egy közös gondolkodási teret keresve találkozzunk. Ennek van itt a hely az erdélyi gazdasági fórumon, és azt szeretnénk, az lenne a fő cél, az eladásokon túl egy olyan közvetlen nyitott beszélgetéssé alakuljon ez a holnapi fórum, amiből olyan stratégiai gondolatokat tudunk leszűrni, ami a nemzetpolitikai tervezésben tud segíteni. A nyitógála kínálta találkozás másnap előadásokkal, széleskörű párbeszéddel, tervezéssel folytatódott a Marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében. Mintegy 120 romániai magyar vállalkozó vett részt az ország minden magyar lakta szegletéből az első erdélyi gazdasági fórumon. Ezt követték a tematikus napok, melyek közül a legsikeresebbnek az innovációs nap bizonyult. Mintegy 300-an vettek részt ezen. Tisztelettel köszöntöm Önöket a második Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Konferencián. És ezzel visszaérkeztünk a Marosvásárhelyi Kultúrpalota nagy termébe, ahol éppen a CELT Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Marosvásárhelyi Regionális Kirendeltségének irodavezetője, Besenyei Sarolta főszervező köszönti a második Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Konferencia résztvevőit. A Marosvásárhelyen második alkalommal megszervezett konferencia célja a vállalkozások közötti együttműködés és exporttevékenység megerősítése, a tapasztalatcsere, illetve hogy előadások révén is támogassák a térségbeli vállalkozásokat, hangsúlyozta a Metszetnek a főszervező. A konferenciának igencsak időszerű tematikát választottak a szervezők. A digitalizációról, a mesterséges intelligenciáról, illetve az okos technológiákról szóltak az előadások, majd a generációváltás témájában került sor kerekasztal megbeszélésre, ami a szervezők szerint 30 évvel a rendszerváltást követően ugyancsak aktuális téma. Második alkalommal szervezték meg a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Konferenciát Marosvásárhelyen, hiszen az első óriási sikernek bizonyult, kézzelfogható eredménnyel. A tavalyi konferencia eredményeit mérve, amit mi egy hatalmas sikernek könyvelünk el, igaz koronavírus járvány előtt volt, egy hónappal a konferenciát követően a résztvevő cégek mintegy 1,5 millió eurónyi üzletet kötöttek, partnerségeket hoztak létre, ezzel erősítve a helyi,
az erdélyi, a marosvásárhelyi, a regionális gazdaságot, és nem utolsó sorban megerősítve a gazdasági kapcsolatokat magyar vállalkozások között szerte Kárpát-medencében. A majdnem 1,5 millió eurós üzletet eredményező konferenciának a gazdasági vetület mellett másfajta hozadéka is volt, hangsúlyozta a Metszetnek a konferencia társszervezője Szatmári Zsolt, a Szent Georgius Manager Club elnöke. Most 1,5 év távlatában nagy öröm volt, hogy az este, mikor találkoztunk, újra láttunk olyan személyeket, akikkel akkor megismerkedtünk, és azt mondanám, hogy a sivár üzleti kapcsolaton kívül baráti kapcsolatok is létrejöttek. A különböző cégvezetők tartják egymással a kapcsolatot, segítenek egymásnak, kérdeznek különböző piaci információkat egymástól, úgyhogy talán ennek örvendünk a legjobban, hogy oké, üzlet is megy a konferencia után, viszont az emberi kapcsolatok is jó irányba haladnak. Míg a tavaly februári konferencián 300 helyi és 80 kárpát-medencei magyar vállalkozó vett részt, idén a járvány karcsúsította jelenléten. Az eseményre bejelentkezett 200 vállalkozó többsége helyi vagy székelyföldi volt, Magyarországról 30-an érkeztek. Az anyaországból fém- és üvegipari cégcsoporttal jött el az eseményre Jermi János, aki jelentős fejlődési lehetőségnek tartja a marosvásárhelyi konferenciát. Mint a Metszetnek meséli, a CED-del közösen határon átnyúló pályázatban vesznek részt. Hihetetlen inspiráció ezeket az embereket, ezeket a cégeket megismerni. Nagyon sokat tanulunk tőlük. Igyekszünk átvenni ezt a kultúrát, ezt az egész hihetetlen erőt és tiszteletet, amit itt tapasztalunk. Nagyon nehéz a gazdasági helyzet. Most a világban tapasztaljuk, mi is rengeteg országgal vagyunk kapcsolatban export-import terén. Sokkal-sokkal erősebbek lehetnek ezek a vállalkozások, így összefogva, a határon átnyúlva, mindenkinek más-más lehetősége van. Így összefogva nagyon-nagyon komoly dinamikát lehet elérni, beszerzés terén, gyártás terén, kommunikáció terén. A konferenciában a helyi, Marosvásárhelyen tevékenykedő vállalkozók is nagy lehetőséget látnak. Szilágyi Nándor három vonatkozást is kiemel a Metszetnek az esemény kapcsán. Itt is vállalkozók vannak, én is vállalkoznék, és egy olyan szakterületen tevékenykedek, ahol a vállalkozók az ügyfeleim. Úgyhogy az is megtörténhet, hogy új kapcsolatokra teszek szert, új ügyfelekkel tudok, potenciális ügyfelekkel találkozni. Hát elsősorban az ismerkedés, ugye a cél, azon túl a tanulás, mert hát mindig lehet újat hallani, minden előadó próbál ugye valami újat hozni, és ebből is az információ az itt célt ér. És van egy szórakozási része, azt sem hagyjuk ki, tehát van egy szakmai szórakozás, tehát amikor hasonló érdeklődésű emberek egy helyre kerülnek, van egy lazább lezáró akkordja is ennek az egésznek, úgyhogy az is tartalmas beszélgetéseket tartalmaz, ott is lehet érdekes embereket megismerni, egy felszabadultabb környezetbe, úgyhogy ez az egész koncepció elég jól ki van találva. Jól jönnek a hasonló alkalmak, főleg, hogy igencsak nehéz időket tudnak maguk mögött a vállalkozók, és most sem túl rózsás a helyzet. A járványt ugyanis az is megsínlette, aki még csak nem is a rövidebbet húzta. Nagyon szerencsések voltunk, rengeteg vállalkozást láttunk tönkre menni. Nem is tudom, hogy fognak tudni kilábalni belőle, ugye elég a turisztikára gondolni. A mi általunk rengeteg olyan munka volt, ami tavaly előtre és talán az idére volt elő irányozva, hogy felújítások, zuhanykabinok, üvegkorlátokat készítünk, rengeteg mi volt probléma. Nagyon-nagyon tapasztalható volt a környékünkön is ez a vírus okozta hihetetlen feszültség és nehézség. Arra nem is gondolva, hogy ugye rengeteg áru külföldről jön be. Annyira érzékelhető volt ez a folyamat, hogy szűkülnek a lehetőségek, nem tudni, hogy mikor érkezik, egyre drágább a szállítás. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt ezt az egészet összehozni, hogy flottul folyamatosan működjön. És hogy mi jelentheti egy vállalkozónak napjainkban a legnagyobb kihívást? Sok kihívása van egy vállalkozónak, de talán a legnagyobb a bizonytalanság. Az a bizonytalanság, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz. Nem
pár év múlva, hanem pár hónap, vagy akár hét múlva. A másik nagyon aktuális kihívás a munkaerő probléma. Egyre nehezebb jó munkaerőt találni, egyre nehezebb olyan munkatársakat találni, akikkel hosszú távon lehessen építeni. És hát ez a bizonytalanság és a munkaerőpiaci ingóság, ez ami a leginkább nehézséget jelent a vállalkozóknak. A bizonytalanság. Tehát ugye nálunk az a biztos, hogy semmi sem biztos, és akkor erre fel kell készülni nap, mint nap. Tehát amíg az állam nem partnerként tekint a vállalkozóra, hanem hát nem mondom arra, hogy ellenségre, de nem is barátra, hanem úgy talán fejős tehén, vagy nem tudom, minek lehetne nevezni a vállalkozókat. Na hát amíg ez lesz a megközelítés, addig nehéz lesz elvárni azt, hogy az ország sorsa jobbra forduljon. Mert hát ugye ezt látjuk, hogy tehát a vállalkozókból él az állam is, azért ezt ne feledjük el. Tehát ugye a legnagyobb adófizetők azok a vállalkozók. És nálunk azért nagy probléma az is, hogy nem elég hatékony az adóbegyűjtés, és az is probléma, hogy hát nem igazán sikerül minden vállalkozásnak a tevékenységét átlátni. Mondjam így, hogy elég nagy a fekete gazdaság. Hát vannak becslések, akik akár 20-30% közé is teszik. Na hát, ha most sikerül neki fehéríteni a vállalkozói szférát, akkor az államnak is sokkal több bevétele lenne, és akkor sokkal több mindenre jutna. Na igen, ám, de akkor már ugye értjük az egyik álláspontot a vállalkozók részéről is, hogy hát, ha nem is megy a fekete gazdaságba, de hogy a szürkébe azért úgy jól elég. Mert a fehér az neki annyira már nem tetszik. Szóval ez is egy létező probléma, 30 éve nem igazán beszélünk róla, mert hát kellemetlen a kérdés, de erről kéne beszélni, és ezért kellene egy másfajta attitűd, hozzáállás a mindenkori kormány részéről is, hogy a vállalkozóban egy partnert lásson, és ne egy ellenséget. A vállalkozónak kötelessége szép jövőt megálmodni, másképp nem lehet sikert tervezni. Viszont azt látom, és a ma délutáni program erre választ is fog adni, hogy egy nagyon érdekes fiatal generáció következik. Olyan fiatalok, akik most indították a vállalkozásukat, és ők is meg fogják méretni az erejüket itt a Kultúrpalotában, akik már belenőttek ebbe a folytonos változásba, és nagyon jól sikerült adaptálják magukat ezekhez a környezetekhez. Nagyon értékes számítástechnikai projektjeik vannak, szinte mindegyik projektben felelhető a környezetvédelem, a tudatos fenntartás, ökofenntartás, és minden vállalkozó kihangsúlyozza, hogy nagyon fontos számukra a kis csapatuk. Tehát azt látom, hogy egyre inkább egy humánusabb vállalkozói mentalitásra fogunk áttérni. Szatmári Zsolt a Mastart elnevezésű versenyre utal, melyet júniusban hirdettek meg 18-35 év közötti fiatal vállalkozóknak, akik nemrég indultak komoly, jövőre szóló tervekkel, mondja Metszetnek a verseny projektmenedzsere, Bohér Markó Orsolya, a Szent György Menedzser Klub irodavezetője. A Szent György Menedzser Klub kezdeményezése a Mastart, és az ő céljuk a régió fejlesztésén belül a fiatal vállalkozók, friss vállalkozások és új technológiák, innovatív technológiák támogatása, és ennek érdekében jött létre ez a verseny, hiszen a fő célcsoportunk innovatív vállalkozások voltak. A verseny tulajdonképpeni lényege azon kívül, hogy megversenyeztetjük ezeket a résztvevőket, egy szellemi, illetve egy anyagi támogatás. A Mastartnak 3 fődíja van, ezeket a Multinvest, a Petri és a Leco cégcsoportok adják majd át, és ezen kívül szellemi támogatást is szeretnék nyújtani a résztvevőinknek, ugyanis egy mentorprogram keretében fogjuk követni majd a munkájukat.
A jelentkezők nagy száma a szervezőket is meglepte. 36 beérkezett pályázatunk volt, és ezek közül 10 állnak ma a színpadra. Legkülönbözőbb kategóriákban van erdei óvodától kezdve robotikáig minden fajta cégünk. Én nagyon büszke vagyok a versenyzőinkre, ugyanis úgy gondolom, hogy a fiatal vállalkozóknak a legnehezebb a kitartás, és főleg ebben az időszakban, ami itt a járványt jelenti, tulajdonképpen olyan cégeket kerestünk, akik 2017-től 2021 augusztusáig iratták be a cégeiket, tehát pont elkapták telibe a Covid járványt, ezért szerettük volna, hogyha valamilyen fajtaképpen tudjuk őket segíteni, ha már a világ körülményei nem kedvezőek nekik. Vannak azonban területek, amelyekre kimondottan jó hatást gyakorolt a járvány. A Pixie Dust elnevezésű kisvállalkozás külföldön régóta alkalmazott pedagógiai módszernek, a Forest Kindergartennek ad teret, azaz erdei óvodát működtet. Járványidőben igencsak népszerűnek bizonyultak szolgáltatásaik. Nekünk a járványhelyzet egy annyiban segített elő, hogy a gyermekeket a szülők minél inkább ki akarták vinni a négy fal közül. Tehát rájöttek arra a szülők is, hogy gyakorlatilag ki kell menni a természetbe, vissza kell fordulni hozzá. Ez biztosítja azt, hogy a gyerekek egészségesebbek lesznek, erősebb lesz az immunrendszerük. Tehát, hogy igazság szerint az is a célunk, és ezt is el is értük, ugye. Tavaly nagyon kevés megbetegedés volt nálunk az óvodában, és hogy valamilyen szinten azt mondhatnám, hogy ezért elősegítette ez a járványhelyzet. A Pixie Dust egyébként a harmadik helyezést érte el a Mastart versenyén. A vetélkedőn nem az erdei óvoda volt az egyetlen, amelyre kimondottan jó hatást gyakorolt a járvány. Ilyen a Mastart másik fiatal, 23 éves versenyzője által képviselt szegmens is. Horváth Norberték vállalkozása főként web és szoft fejlesztésre szakosodott, ami iránt óriási kereslet mutatkozik járványidőben. Horváth Norbert egyenesen aranyéveknek nevezi ezt az időszakot az üzlet szempontjából. A fiatal cégtárs tulajdonos is elmondta a Metszetnek, miért volt vonzó számára vállalkozni. Ennek egy nagyon kemény személyes oka van. Nem akarok senkinek dolgozni. Tehát ez akármennyire is sztereotipikus válasz, ez a valóság. Én dolgoztam már, mielőtt elkezdtem volna ezt a vállalkozást, dolgoztam már több helyen is, és soha nem tetszett az, hogy a mások elképzeléseit kellett én létrehozzam. Még akkor is, hogyha az az elképzelés valamennyire szimpatikus volt úgy amúgy, maga az, hogy az nem az enyém. Hogy az nem az én munkám, az nem az én dolgom, nem tudok majd rá hivatkozni, hogy ezt én csináltam. Mert nem lehetséges, tehát akárhogy is valakinek dolgozunk, akkor ő viszi el úgymond a díjat, a nyereményt. Na most ezen kívül még volt egy olyan oldala is, hogy igenis tudom a potenciált abba, hogy mennyire jobban meg lehet élni egy vállalkozásból. Tehát ez egy ismert tényező volt már akkor is, amikor elkezdtük ezt az egészet, hogy jobb életkörülményt tudok hozni az emberi életbe. És a másik, hogy itt akartunk maradni. Nem akartunk elköltözni Romániából, ez itt nem semmi, hogy mondjam, ilyen nemzeti háttere nincsen, hogy most magyar, vagy ilyesmi. Maga az, hogy annyira szeretjük az itteni környezetet, annyira szeretjük a tájat, az itteni városokat, falukat, imádjuk. Nem akarunk elmenni. Na most akkor, ha nem lehet másképp, akkor csináljuk valahogy úgy, hogy jó legyen itt. Ez a fő cél, ez volt a fő cél, és sikerül. A fiatal vállalkozók számára igencsak fontos a kapcsolatépítés. Ilyen szempontból rendkívül hasznosnak tartották a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Konferenciát. Lehet, hogy pont itt dőlnek meg a falak, lehet, hogy pont itt lesz az a pillanat, hogy valakivel összefut az ember, és azt mondja, hogy né, te csinálsz valamit, én is csinálok valamit, kettő passzol, mi ne hozzuk össze. És ebből a kollaborációval lehet, hogy születnek elképesztően érdekes eredmények. Volt már rá példa, nem egyszer a világon, hogy így egy egyszerű találkozásból lett valami hatalmas. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos pont. Ez egy nagyon-nagyon fontos pont, hogy kapcsolatokat építsünk. Ha vállalkozók találkoznak egymással, akkor itt üzleti kapcsolatok jöhetnek létre. Tehát lehet, hogy egymásnak ügyfelei lesznek, lehet, hogy beszállítói lesznek, lehet partnerei lesznek, lehet közös vállalkozást fognak indítani, tehát ebből bármi kisülhet. Itt attól függ, hogy ki kivel találkozik, és az a közös hang, az a közös cél
megtalálódik-e, megfogalmazódik-e valakibe, és hogyha igen, akkor nincs le akadálya itt tényleg az együttműködésnek. Szeretnénk továbbfejleszteni ezt a kis cégünket, szeretnénk kapcsolatokat teremteni, barátságokat kötni egyéb vállalkozókkal. Ugye nekünk eddig lehetőségünk erre nem volt. Nem tudtuk, hogyan kopogtassunk más vállalkozók kapujában vagy ajtójában, de azt hiszem, hogy ez az az alkalom, amikor ez teret ad ez az esemény erre. Mi pontosan azt szeretnénk elérni, és nyilván az ilyen típusú fórumoknak az rendszeres megszervezésével, hogy a már kialakuló gazdasági kapcsolatok azok megerősödjenek, és hogy elérjük azt, hogy a vállalkozók egyfajta barátságot ápoljanak, hiszen azok, akik barátként tekintenek a másikra, és jó érzéssel gondolnak vissza a különböző eseményeken való részvételre, ők nyilvánvalóan szívesebben is üzletelnek egymással, és a közös gazdasági térnek a létrehozása, a megerősítése az egy fontos feladat lenne. Önök a Metszetet látták, műsorunkat megtalálják YouTube csatornánkon is. Köszönöm a figyelmet, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!